az Örömóda, Európa himnusza csendült fel Ungváron a megyei adminisztráció előtti téren, a Kárpátaljai megyei érdemes akadémiai népi kórus előadásában. A zenészek a művészet nyelvén csatlakoztak május 9-én Európa napjának méltatásához. Május 9-én van Európa napja. Mi kárpátaljaiak vagyunk, európaiak vagyunk. Ezt a napot azzal szerettük volna megünnepelni, hogy előadjuk Európa himnuszát, mert Ukrajna Európához tartozik. Ezért Beethoven, Schiller szövegére írt Örömódáját adtuk elő. Ukrajna idén másodszor ünnepli Európa napját, az pedig, hogy Ungváron az Európai Unió himnuszát játsszák, egyfajta köszönetnyilvánítása az európai partnereknek, hogy támogatják Ukrajnát az orosz agresszor elleni küzdelemben és az európai integráció útján. Ez most nagyon fontos, különösen a háború időszakában. Európai partnereink segítenek nekünk, támogatnak minket. Ukrajna az európai út mellett döntött, és mi igazából együtt vagyunk, Ukrajna és Európa. Mi ebbe az irányba is együtt haladunk a győzelem felé. A rendezvényhez csatlakoztak a Kulturális és Művészeti Akadémia diákjai, valamint az európai nyelveken tanuló iskolások, az ungvári 3-as, 4-es, valamint a magyar tannyelvű Dajka Gábor Líceum tanulói, akik népi öltözetben énekeltek szlovák és magyar nyelven. Konik besi, konik rani, skadjál se si suhai, csek maľovani. Skadjál som, slovenského rodu som, duša moja. Mi egy szlovák népdalt énekeltünk Európa napja tiszteletére. Azért jöttünk ide, hogy iskolánkat képviseljük, a 4-es számú szlovák iskolát. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Utoljára voltam nálad az este, utoljára fogtam majd ott húzóját, régi rózsám vagyon Isten jó szakát. A táncsoporttal az Ágabogas Adiófa éneket énekeltük. Ez az iskolánknak az egyik kedvenc énekem. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert most vagyok először, és nagyon izgatott vagyok, hogy mi lesz. Most már láttam mindent, nagyon örülök, hogy részt vehettem. A rendezvény végén a résztvevők közösen énekelték el Ukrajna himnuszát.